És már látjuk is egymást talán, és látják, hogy integetek, és ez arra figyelmeztet mindenkit, hogy minél hamarabb telefonhoz lépni, és tárcsázni. A 061-808-95-55 számot. Én már itt ülök a stúdió közepén, itt trónolok, így is lehetne mondani, mert nagyon kényelmesen helyezkedtem el. Remélem mindenkinek kényelmes otthona van, de ha nem is kényelmesen, túlságosan, de mégiscsak a saját otthona, ahol jól érzi magát. Akár erről is beszélgethetnénk. Mitől lesz egy lakás, egy ház igazán otthonná? És hogyan tudjuk elviselni az otthonunkban az egyedül létet, mert talán úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy otthon érezzük magunkat, ahhoz az is kell, hogy ott legyenek a rokonaink, a családtagjaink, a szüleink, a testvéreink, de hát sajnos előbb-utóbb arra kell számítani, hogy ez nem biztos. Lehet, hogy egyedül kell folytatnunk az életünket, vagy életünk utolsó szakaszában egyedül maradunk. Akkor is ki kell, hogy töltsük azt a teret, ami körülöttünk van, és én úgy gondolom, hogy ez úgy élhető meg, hogy ott mindenképpen legyen még jobban helye, amennyire lehet helye Jézusnak. Hívjuk segítségül, üljön mellénk, hallgassa meg, mi a panaszunk, de talán mindenek előtt mit akarunk megköszönni a Jóistennek, megköszönni az Úr Jézusnak. Tudjuk, hogy Szent László király ünnepe van, a Szentmisében már megemlékeztem róla, de akár beszélgetésünk témája is lehet Szent László király. Ha valakinek van valami fontosnak tűnő gondolata, akkor szívesen meghallgatom László királyunkkal kapcsolatosan. Szomorúan mondhatom, hogy legalábbis véleményem szerint nincs elegendő kultusza, tisztelete Szent Lászlónak. István királyt még úgy, ahogy tiszteljük, vagy ünnepeljük, mert ugye augusztus 20-án mindig szóba kerül, de Lászlóról a mai napon se emlékezünk meg olyan igazán televízióban, rádióban. Hát itt most a katolikus tévében és ebben a kommunióban is emlékezzünk meg róla. Ha valaki járt olyan helyen, ahol az a hely kötődik László királyhoz, akkor ezt is elfogadom. Például akár meg lehet említeni a születési helyét. Tudja-e valaki, hogy hol született László király? Ha nem tudja, lehet, hogy meg fog lepődni. Még nem árulom el, most nem kiabálom ki, de ha valaki tudja, és szeretne erről szólni is, akkor szívesen meghallgatom. Hol van most eltemetve holtteste? Hol várja a feltámadást, ez az élet másik vége, az melyik helyhez, városhoz kötődik, vagy éppenséggel hol volt első sírja, ahova először temették el, talán véglegesnek gondolva ezt a temetést, de később rájöttek arra, hogy még méltóbb helyre kerül, ha onnan tovább szállítják, oda, ahol aztán ma is nyugszik. Hol van az a tordai hasadék, amit állítólag ő kardjával vagy pallósával vágott ketté, hogy menekülni tudjon ő az ellenség elől, és aztán záruljon be, ergo majdnem úgy, mint Mózes, aki vizet fakasztott a sziklából, ezért Lászlónkat magyar Mózesnek is nevezhetjük. Ki volt László király apja? És legalább ennyire fontosnak tartom bizonyos céllal, hogy ki volt a nagyapja, és hogyan végezte az életét nagyapja. Szóval közösen osszuk meg ismereteinket, tudásunkat, aki szívesen szólna Szent László királyról, már is lehet telefonálni a 061-808-95-55. Akár megköszönöm, ha egy történészét történelemben az átlagnál jártasabb személy hív föl telefonon, és mesél nekünk néhány érdekes történelmi helyzetet, vagyis adatot László király életéből. Én csak olyan félismerettel rendelkező papbácsi vagyok, tehát elfogadom, ha valaki jóval többet tud róla
mint én. Emellett imádkozunk édes hazánkért, és a telefonhívásokat is lehet ezzel a céllal tenni. Mit tehetünk hazánkért? Hogyan lehetne imádkozni még többet, vagy hogyan lehetne nemes értelemben, de beavatkozni népünk történelmébe keresztény módon? Mit jelenthet ez? Hogyan tudunk valamit hozzátenni a jó szándékú és ugyancsak hazánkért tenni akaró emberek cselekedeteihez? Hogyan tudunk beszélni hazánkról? Hogyan tudjuk megismerni igazán hazánkat, hogy azt mondhassuk, hogy hát tényleg szeretem ezt az otthont, szeretem ezt a hont, ezt a hazát, Magyarországot. Ki az, akinek szívesen kívánkozik ki belőle valamilyen ismeret országunkra vonatkozóan. Országunk földrajza, látnivalója, szépsége, vagy műemléke. Tud-e valaki egy Szent László templomról, ami igazán szép és látogatásra érdemes, mert akkor akár be is ütemezheti még valaki, hogy elutazik egy-egy ilyen helyre, hogy László király tiszteletét növelje a saját szívében, lelkében. Tehát még egyszer mondom, de most már mondom azt is, hogy persze általánosságban lehet hívni a közönségszolgálatot, vagy közösségszolgálatot. A 061-780-80-85-ös számon, vagy pedig e-mailen közösségszolgálat, persze kukac, evtn@ewtn.hu, és ott lehet írni bármilyen észrevételt, vagy akár kérdést feltenni. De most az élőadást hívhatják a 061-808-95-55-ös számon. Ha engem személy szerint akarnak hívni valamikor napközben, tehát adáson kívül, akkor a 0630-529-54-64 számon lehet. 0630-529-54-64. Igen, van egy telefon, nem írtátok még ki, de örülök neki. Van egy telefonáló, akkor övé a szó, dicsértessék. Dicsértessék a Jézus Krisztus kedves József atya. Egyszer azzal szeretném kezdeni, hogy láttam Betelbe az atyának a miséjét, és egyszerűen csodálatos volt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy én itt Szombathelyről, én nyugdíjas hitoktató vagyok, láttam az atyának a miséjét. Nagyon szeretem, én nem ismerem személyesen az atyát, de egy-két éve, hogy nézem az EVTN TV-t, és a kedvenc atyám tetszik lenni. Úgy szeretem, hogy szabadon így, tetszik prédikálni. Annyira szeretem hallgatni, ahogy tetszik beszélni szabadon, hogy én papok között nevelkedtem, atya drága, József atya, tessék elképzelni, 36-37 éve már immáron, és hát el tudja képzelni az atya, hogy aki atyák között nevelkedett, aki atyák között volt, az milyen megtiszteltetés, hogy én az atyát nagyon-nagyon kedvelem, és alig várom a csütörtököt, hogy tessék szentmisét tartani. Na mindegy, ez volt a jobbik fele az egésznek. A másik fele a... neki. Na, igen. A másik fele? A másik fele az, hogy ugye azt szeretett mondani, hogy hogyan érezzük otthonainkat, magunkat, hogyan... Hát sajnos nekem két gyermekem van, az egyik fogorvos, és a másik pedig Bécsbe elment dolgozni, a lányom pedig fogorvos, és elvitte az unokámat Angliába. És így, mivel én erdélyi származású vagyok, 36 éve... Csak nem a tordai hasadékhoz közelről. Nem, Marosvásárhelyről vagyok. Ott születtem. Tehát ugye azt szokták mondani, régebb annó, hogy Erdélynek a fővárosa volt annó, akkor Marosvásárhely. Na hát igen. Én ott És jártél, bocsánat, de jártál Tordán?
Ja, persze. De hát, hallotta mindenki? Mindenki hallotta? Persze, azt mondta. Tehát ez természetes kéne, hogy legyen. Hát akkor, ha Kiskunfélegyházán lakol, vagy Füzesabonyban laksz, akkor is gondolkozz, nem voltam még a Tordai Hasadéknál. Ezen a Szent László napon elhatározom, elmegyek. Elmegyek. Annyit súgok mindenkinek, megsúgok mindenkinek, úgyhogy maradjon közöttünk. Képzeljék el, Tordához közel van a Tordai Hasadék. Köszönöm, így könnyű oda tartani. Na, mesélj el még. Na, és a másik, hogy az a helyzet, hogy én most 67 évet múltam, tehát betöltöttem 60, és a gyermekeim úgy döntöttek, pedig rendesen hittanra jártak, rendesen templomba jártak, és felnőtt korukra úgy döntöttek, hogy külföldön folytatják a munkájukat, a lányom Angliában, mint fogorvos, a fiam hallom, pedig... Ne tessék még egyszer mondani, mert rossz hallani. Rossz igen, hallani. Így van. Pontosan, nagyon jól teszik. Na, a lényegre tetsz, nagyon-nagyon rossz ez hallani, és nagyon fáj ez nekem, hogy én ilyen szeretetben templomba mentünk közösen, és mégis elmentek, és most itt vagyok, hogy egyedül kell éljek, mert ugye nekem a rokonai mindenki inkább otthon van. Itt is vannak, de nagyon messze. Ott Berettyóújfalú, Sátoraljújhely, tehát 60 ezeken a helyeken is. És ez, ha ez a tévé nem lenne, ez az EVTN tévé, egyszerűen nekem ez a mindenem. Tehát ez minden nap nézem a szentmiséket, minden nap valósággal talán a sírba kerülnék, hogyha ez a tévé nem lenne. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hogy van egészségileg? Hogy tud menni, utazni? Hát, igen, nem tudom. Úgy értve, hogy hát én itt Szombathelyen. Tessék mondani. Nem mondtam semmit, csak felemeltem a kezem. Jó. Szombathelyen én itt el tudom látni magamat, mert ez egy kisebb város, biciklivel ide-oda el tudok menni. De már én hosszabb utazásokra szüleim meghalt. Édesapám tanár ember volt, meghalt 11 éve, és édesanyám 4 éve, tehát én most minden évben mentem haza Marosvásárhelyre, de 4 éve édesanyám is meghalt, és azóta nem megyek haza. De most mert... mondjuk Magyarországon belül nincs kedve eljönni valamelyik aranymisémre? Jaj, hol? Na. Elmennék én nagyon szívesen. Hát most vasárnap. Jaj, Isten. De akkor figyeljen ide, ne jajgasson többet nekem, hanem figyeljen. Most vasárnap Kunszent Miklóson lesz az aranymisém. Aztán itt Budapesten az egyik kerületben. Tehát elérhető vagyok. Hívjon fel a saját telefonszámomon, és megbeszéljük. Több helyen lesznek aranymiséjük. Jó. Jó van, atya drága. Akkor inkább Budapestre mennék valamelyikre, mert hívjon az a Szombathely, Budapest saját, könnyebb. Hívjon fel a saját jó. Számomon, jó? Jó. Jó van, atya drága. Tudja a saját nagyon... számomat? Hát nem, egyszer leírtam. Most az előbb is mondtam. Atya. Ugye ilyenkor, hát ott, ilyenkor ott kell, hogy legyen a papír szeruza. Igen, csak igen, így van. Na, ott van, mert tesszük akkor gyorsan. Mondani, drága. Igen, 30, igen, igen, ne beszéljen, írjon 30-529. 524-64. 54-64. Köszönöm, hogy hívott, szépen, pápa. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökkelemben. Akinek van kedve, jöjjön el az aranymiséimre. Komolyan mondom, mindenkinek örülök. Itt Budapesten is lesz Rákos személyájon, azt hiszem, hogy 7-én, július 7-én, aztán Soroksáron, tehát budapestiek a két helyszín közül választhatnak, ez pedig augusztus 18-án lesz Soroksáron. De közben Kunszent Miklóson lesz még, meg nem utolsó sorban Tiszaföldváron, ahol 30 évig voltam, és Martfűn, ahol templomot építettünk, és éppen most írtam meg a templom építésének a történetét, hála Istennek, nagyon jól sikerült, újságcikkekkel, eredeti tervrajzokkal, a tervezőről szóló néhány sorral, jó magamról,
és az egész építkezés különleges, érdekes dolgairól. Ezt a könyvet is az aranymiséim helyszínén lehet megvásárolni. Itt egy telefonálnak. Parancsoljon! Dicsértessék a Jézus Krisztus, ha én vagyok a vodalban. Igen, teli találat. Tessék mondani. Atya, kérem, lehet, hogy hangulatrontó vagyok, de Szent László ad nekem emlék, az egy hős, az egy stabil oszlop, mondjuk a magyarságomra. De ugyanakkor van László, aki az édesapám, és az még közelebb van hozzám. Arról szeretnék pár szót mondani. Tessék a megyeket. Szólni, persze. Hát végeztem elég nehezen iskolákat, már úgy értem, hogy nehezen, hogy csak édesapám dolgozott, édesanyám nagyon sokat volt beteg, és abból az egy gyári munkás keresetből azért tanítottak. Eljutottam a villamosmérnöki diplomáig, abból mentem nyugdíjba, pillanatnyilag 93. évemben vagyok. Ez igen, gratulálok! Jaj, ne tessék sokáig kívánni, mert már nagyon nehezen megy. Rosszabbul megyek, mint ön, ahogy látom a misét. Összehasonlítom mindig, hogy a atya bírja, naponta megteszi a feladatát, hát akkor nekem is meg kell tennem. Mondjuk ez azt tartozik zárójelbe, hogy egész nap egyedül vagyok, csak az ételfutár adja be a kaját, mondván, hogy jó étvágyat, és már rohan tovább. Ez az én társalgásom hétfőtől vasárnap. Ez igen. Hát a édesapámra visszatérve, hát elég jóba voltunk, reális ember volt. Azzal biztatott, hogy nézd, fiam, mire te nyugdíjas leszel, meg fogod kapni a nyugdíjadat, nem fogsz éhezni. Tehát úgy biztatott mindig a jövőre vonatkozólag, nem nagy álmokkal, de mindig biztatott, hogy vidd tovább, vidd tovább. Ugyanis például az egyetemnek az utolsó 3,5 évét a Műszaki Egyetemen úgy végeztem el, hogy éjszaka dolgoztam, heti 48 órát munkakönyvvel, és nappalira jártam. Nem akartam áttérni a dolgozók évfolyamára, hanem nappalin végeztem. De ezzel kapcsolatban történt olyan... Hol teszed végezni? Budapesten? Igen. Budapesten. A BMN-en. 56-ban végeztem, április 13-án pénteken. Tehát már megkaptam a 65 éves diplomámat. Ez igen. Én csak most kaptam meg az 50 évest. Tehát, atya, hát fiatalnak is kell lenni. Hát én le vagyok maradva. Igen. Na tessék, folytatni nyugodtan. Öregnek lenni elég nehéz. Hát tény és való, hogy rendkívül drukkolós fajta voltam, tehát rám néztek görbén, akkor már potyogtak a könnyeim. Tény, hogy készültem egy vizsgára, hát azért nem volt egész könnyű, de minden tankönyvet egyszer átolvastam, kétszer, soha arra nem volt időm. Hát heti 48 órát dolgoznom is kellett éjszaka. De tény is való, hogy éppen együtt megyünk apámmal a villamoshoz, és mondom, hogy édesapa, nem tudnak tőlem olyat kérdezni, amit tudjak. Nem baj, fiam, 5 jegyből valami neked is jut. Ez megnyugtatott annyira, hogy legalább nem kaptam hisztit a vizsgánál. És hányast kapott? Tessék? És hányast kapott a vizsgán? Jót. 4-es. 4-es. Nagyon jó. Tökéletes. Ez a jó Isten ajándéka, hogy elég jól forogtak az agykereim. Hát igen, ezért is tényleg hálát kell adni érte, hogy vannak közöttünk, akik könnyen tanulnak. Nekem azért is fontos volt, hogy ne kapjak akármilyen jegyet, mert csak úgy adták meg egyetemen az engedélyt, hogy dolgozhatok az egyetem mellett, hogyha megtartom az átlagomat, tehát nem romlik a tanulmányom.
Tehát ez az átlagom, viszont hát azért jó rendű volt. Most tessék elképzelni, ha vetedek egy akár hármast, vagy pláne négyes valamiből, hát hány jeles vizsgának kell hozzá lenni abban a fél évben, hogy kijöjjön az a 4 valamennyi. Átlagban, igen. Úgyhogy tényleg én a vizsgáknál más se tettem, mint számoltam, hogy mennyire muszáj, hogy ezt és tudjam. Nagyon gyorsan én arra lennék még kíváncsi, hogy megünnepelték Szent László királyt az édesapja névnapján annak idején. Szóba került-e? Őszintén tessék megmondani, mert erre fel akarom hívni a figyelmet nekünk mindenkinek. Hát ünnep volt, és főleg az, hogy nagyon szerette a család egymást. Igen, nem de ez az édesapjára vonatkozott, meg a családra, de hogy játszik-e szerepet ilyenkor a védőszent? A védőszent csak abban annyi van, hogy mindig arra tanított apám, hogy fiam, azért tartsd magad, ha igazad van, azért harcolj is. Jó, pedig köszönöm. Hát lány voltam, és mégis erre tanított, hogy szóval ne hagyjam el. Gratulálni tudok az élet útjához. Kitartása, Mennyországban találkozunk, jó? Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Dicsérsek. Tetszett hallani, hogy mit mondtam? Halló? Tetszett hallani, hogy mit mondtam? Halló, halló? Nem. Hogy a Mennyországban... Azt hiszem, akkor már beleköszöntem. Hogy a Mennyországban találkozunk. Jó? Nem hallja. Jó. Hallja? Atya, olyan jó volna beszélgetni magával, ugyanis... Hívjon föl telefonon a saját számomon. Saját számomon hívjon föl, jó? Dicsértessék Jézus Krisztus. Örökké, amen. Nem tudom a saját számát. Hát már háromszor elmondtam ebben a mai adásban legalább. Legyen ott egy papír, ceruza. Nem. Én azt hittem, hogy egy közösség. Ez közösség. Nem ezt mondtam. A sajátomat is elmondtam már háromszor. Ígérem, ha tovább tetszik nézni a televíziót most, a műsor végéig, akkor még egyszer el fogom mondani a sajátomat. Jó? Figyelni fogom végéig, mert valóban szükséges lenne az ön saját számára, Jézus Krisztus, ha megengedi. Isten áldja meg. Köszönöm szépen, hogy hívott. Következőt hívom. Következő telefonáló jöhet. Köszönöm. Hát ki van írva nagybetűkkel? Halló? Na, ott van valaki. Itt vagyok. Halló, 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 halló. Halló, tessék parancsolni. Azt hittem, hogy eltűnt. Nem, meg vagyok. Na. Még, hála Istennek. Tessék mesélni. Honnan, hova? Hallottam, hogy az aranyméséjéről beszélt a kedves atya. Most ezzel kapcsolatban elmondanák valamit. Én Székesfehérvárról beszélek. Most délután a Kármelita templomban van egy Rubint misés atya, atyának a szent miséje. Délután 4 órakor. Hát azt hiszem, hogy 70 éve szentelt. Együtt vettük át most a díszokleveleinket Szegeden, mert ő is Szegeden végzett, és most egy héttel ezelőtt egymás mellett ültünk. Ő Rubin diplomás volt, én meg arany diplomás. Jaj, de jó, hogy tetszik is hogy így ismerni. Őt. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, csak ezt akartam elmondani, nem tudtam, hogy már... ismert, tudtak erről a dologról. Igen, hát ha esetleg tetszik vele beszélni, tessék megmondani, egy üdvözletét küldi a Tamási Jóska atya, akivel Szegeden találkozott. Ott leszek a szentmisén, délután 4 órakor kezdődik a szentmise, ott leszek a szentmisén. Én nem tudok oda menni, köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy meghallgatok. És arról, azokról a témákról nincs kedve beszélni, amiket felvetettem? Nem, most arról nincsen. Jó, köszönöm szépen, akkor, hogy meghallgatott. Dicsértessék, köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. És jöhet a következő. Igen, dicsértessék az Úr Minden Jézus Krisztus. Mindenekkel, mert Isten imádkozó, hozta. Imádkozó, szeretettel köszönti Ági. Ági. Bébi mama. Igen, Ágnes. Ágnes asszony. Jó, tessék mesélni, igen. Honnan, hova? Na, nagyon aranyos tetszik lenni, és úgy a szívembe lopta magát, meg az egész családom nevét. Szívébe. Igen, na most köszönöm. Akkor, így van, megható. Ezt mondták az Erzsébet
iskolába járnak, a Szent Erzsébet iskolába, Pécelen a unokáim, és azok is elmesélték, hogy milyen aranyos a József atya. Sose jártam Péceli iskolába. De mégis ismerik a tévén keresztül. Ja, csak a tévén keresztül. Mikor voltam Pécelen? Voltam Pécelen, amikor a Johnny Erickson járt Magyarországon. Tudja, igen, hogy ki az? Az igen. Akkor jó, az a lebénult. A béna lány. Igen, lebénult nő. És tessék elképzelni, azt én köszöntöttem a Nagyboldogasszony templomba, a paskai primás érsek úr akkor még eljött hozzánk a templomba, mert oda jártunk, és ott voltak a mozgássérültek is lehozva a Baba utcába, én mint segéd voltam, ilyen karitászos munkatárs, és 5000-en voltunk. És akkor én köszöntöttem a Johnny-t, úgy hívjuk, ugye, és még vettem neki szép kardigánt, kéket, és sütöttem neki finom magyar ilyen csörögét, fánkot. És na, akkor ezért megoldhatódva. Gondolkozom és... rajta, hogy érdemes elmenni Pécelre, ha tetszik nekem is sütni csörögét. Hogyne, még egy nagy tálal, még a csordás atya és Isten nyugtassa. De most ne a csordás atyáról legyen szó, hanem rólam, vagy nekem. Csak azt mondom, hogy megérezt az illatát, hogy ez a Szabolcs megyei csőrög egészen más, mint a... Olyan, ami most tetszik tudni, miről akarok most mondani. Na, halljuk. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Kunszent Miklós eljövetelénél, azért, mert ott zsenik születtek. Tetszik tudni ön is. Meg még a Kudász professzor is. Ott született, oda van eltemetve, aki a legelső szív műtétet a Szabó doktorral csinálta. És mikor mi mondták, hogy tetszett mondani, hogy Kunszent Miklós. És akkor tetszik tudni, mi volt az elve Kudász professzor úrnak. Ugyanolyan arany szíve volt, mint önnek. Azt mondta, ő a portásokat válogatja ki, az legyen a legelső és legkedvesebb, azért, mert a betegekkel legelőször azt találkozik. Tehát egy betegnek mi kell? Egy szép szó, egy mosoly, és de mindegy, ha... Hogyan kötődött a Kunszent Miklóshoz, hadd kérdezzem. Ott született, oda is van eltemetve. Biztos, hogy nem... Testvérek, orvosok is voltak, és nem tetszik, haló. Haló. Igen. Nem tetszik vagyok. Összetéveszteni Kunszent Mártonnal? Nem, Kunszent Miklós. Kunszent Miklós. Úgyhogy mert én ott éltem életemben, szinte mai napig mondhatom, soha nem hallottam. Csak lehet, hogy nem mondták a szülei oda. De miért nem mondták volna? Egy ilyen világhírű... Hát az időben nem nagyon volt az divat, hogy mostan egyházi temetés, és oda lesz a Kudász professzor. Igaz, hogy 95 évig élt, nagyon... És mikor volt ez a temetés? Ez, megmondom, 75 körül. 1970. Na jó, maradjon, köszönjük, nagyon hogy soha régen. Nem hallottam. Soha nem hallottam. Tessék majd megkérdezni, de tényleg ott sokan lemennek zarándokolni is, akiket megmentett az életét. Tetszik-e tudni, hol van Kunszent Miklós? Alacsony, kis aranyos. Hol van Kunszent Miklós? A halottról már ne azt mondja meg, milyen méretű volt. Maga szerint hol van Kunszent Miklós, ahol ő el van temetve? Hát ő református volt. Hogy mondom, hol van Kunszent Miklós? Hát Kunszent Miklós, a Kunszent. Kunszent Miklós, ez a... Mégis mondjon egy közelebbi. Debrecen közelébe. Na. Óriási tévedés. Ha nem? Tehát biztos, hogy nem Kunszent Miklósról van szó. Melyik megyében van? Nem tudom pontosan. Ó, hát én áruljam el. Hát ha ennyire igen. Tetszik tenni, hogy hol temették el ezt a professzort, hát akkor kellene tudni, hogy melyik megyébe. És... Mondjon egy megyét. Hát a Kunságba. Hát nem. Nem, hanem? Hát a Kiskunságban mondjuk, talán na, így lehet mondani. Hát Kunság. Na, vagy, hát de tudja, mennyire van Debrecentől? Sokra. Na, hát viszont akkor... Azért, mert szoktunk hazamenni régen, na, Szabolcs megyébe, és akkor hát Kunszent Miklóson is keresztül. Nem, akkor eltévedt. Ha Kunszent Miklóson mennek keresztül Szabolcs megyébe, azonnal szálljon le a vonatról, mert rossz irányba megy. Igen. Igen.
Tehát biztos, hogy nem Kunszent Miklósról beszél. Hát akkor még Fapadoson mentünk. Az teljesen mindegy, hogy milyen Fapadoson vett kényelmesen, de egy rossz irányba mentek, az biztos, szálljon le azonnal a vonatról. Na, ha ezt hallja valaki, hát jót nevet akkor rajta. De tényleg. Na, mi a tényleg? Én emlékszem, hogy Kunszent Miklós még mondta is, hogy ő hozzák a Mikulás kétszer megy. Igen. Akkor lehet, hogy török szent. Haló, 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 most volt. Anyukájának a kórházba fekvést ne keverjük ide, maradjunk ott, hogy nem lehet, hogy török Szent Miklós például? Én Kunszent Miklósra emlékszem. Mert Kunszent Miklós, vagyis micsoda, török Szent Miklós a Nagykunságban van, és oda is kétszer megy a Mikulás, mert török Szent Miklós. Igen. Hát akkor lehet, hogy így tövesszék össze. Na, sokan. Akkor maradjunk annyiba, hogy az én Kunszent Miklóson, az én szülővárosomban nincs egy ilyen professzor eltemetve. Tetszik-e tudni még más valami érdekességet? Kérek mindenkitől, ha nem úgy van, bűneinkkel. Akkor a lányát én fel fogom hívni, és akkor megkérdezem tőle. Jó. Na, köszönöm szépen. Nincs más mondani való azzal kapcsolatban? Nem, miket? Azért, hogy megyek Soroksára, Okvetlen, augusztus 18-án megyek családostól. Oda mentem férhez, és én nekem az a templom, csak nem emlékszem az atyára, mert nagyon fiatal lehetett. Mikor volt az esküvője? Én 61-ben. És hát nem volt, hanem a körülkatolikus még templomba, de oda mentem férhez. És mindig Erzsébetre jártunk. Nem, Soroksára jártunk, a nagy tére, misére. És Soroksáron volt görögkatolikus templom? Római templom. Mondom, Soroksáron volt görögkatolikus templom? Nem, mi Rózsák térén esküdtem, ja, csak hát én akkor Soroksáron mentem férhez. Ja. És hova menjek templomba? Soroksára. Értem. Soroksára mentem, ja, minden vasárnap templom. Csak el ne tévedjen. Most dehogy ne, dehogy, ott laktam. Oda mentem férhez. Jó van. Akkor ott találkozunk. Köszönöm és szépen. Oda megyek, mert az egy gyönyörű nagy templom. Nagy boldog és nagyon szerettem a főtéren menni oda, és oda a hősök terre esküvő volt, és lehet, hogy József vagy, ha nem tudom, hogy arany bogaram, akkor én még nem voltam pap, a 60-as években még nem voltam pap. Nem. Hát nem. Nem, mert akkor már igen, egy aggastyán lennék. Igen, na, szóval. 74-ben szenteltek papot. Haló? Haló? Igen, itt vagyok. 74-ben szenteltek papá. Értem. Jó, igen, köszönöm igen szépen. Köszönöm. Imádkozzon értem, és jöjjön az aranymisére, Soroksárra. Megyünk, puszi. Vagy Kunszent Miklósra, de semmiképpen nem török Szent Miklósra. Mindenre kiemel. Következő telefonáló már jöjjön. Isten hozta. Jó napot kívánok. Végre egy rendes, szép köszönés. Na, honnan, hova, mi újság? Én Krisztián vagyok Bajáról. Bajáról, Krisztián. A Petőfi sziget megvan még? Igen, megvan még a Petőfi sziget. Ott voltam táborban. Bizony, igen, ott volt. Nagyon kiépült most már, igen, az egy ilyen mocsaras környék volt. Na, de most azért már táborozni lehetett. Igen, igen, van ifjúsági tábor. Igen. Na, gyönyörű zöld, parancsoljon, mi újság? A Szent Lászlóval kapcsolatban szeretnék egy pár dolgot mondani. Igen. Hogy az én templomom a bajai Szent Szívre felszentelt templom, ami most volt 100 éves, egy centenárium volt. Igen. És nálunk van egy nagyon szép Szent László üvegablak, amit a II. Világháború előtt készítettek. Tehát valamiképpen a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszushoz is kapcsolódóan, tehát utána készítették el. Igen. Egy évvel, 1939-ben, és tehát egy híres képzőművész, ugye az idősebb Éber Sándor terveinek megfelelően, Balka József üvegfestő készítette el,
és itt egy teljes vértezetben van Szent László, egy gyönyörű üvegablak, és a templomunknak egy nagy jellegzetessége, tehát ilyen bárdot tart a kezében. Igen, ez az ő szinte attribútuma, igen, ez az ő jele. Igen, és alatta van egy nagyon szép Regnum Marianum térkép, ugye még Nagy Magyarországgal, Szűzanya tartja a kezében a kis Jézust, és benne van, hogy ő hiszek Magyarország feltámadásában. És egy nagyon érdekes, hogy a két oldalán, hogy ez ilyen véletlenszerű, hogy a két stáció, tehát hogy ugye az ötödik keresztus stáció és a hatodik, tehát Cinelnei Simon segít vinni a keresztet, igen. És Szent Veronika, ugye? Nem Szent, de Veronika. A kendőjét. Igen. És nagyon elgondolkoztató, hogy ha ma élne, vagy a maiaknak üzenne Szent Királyunk, hogy valójában én azt hiszem, hogy azt mondhatná nekünk, hogy nagyon sok Cirenei Simonra és Veronikára van szükségük ma is a nemzetünk megújulásához. Igen, nagyon köszönöm, hogy ezt nem én mondom, mert akkor azt mondják, hogy hát a papnak ez a dolga, hogy erről beszéljen. De hát egy civil ember mivel foglalkozik? Én most tartalomszerkesztő újságíró vagyok. Újságíró, na. Hát írjon. De történész is vagyok, csak nem vagyok aktív abban most. És ott a Baljai újságban? Vagy milyen újságban ír? Igen, a Bácskai Harsonában. Aha. Nincs kedve írni a mi televíziónkról, vagy akár rólam, vagy Arany Misi és pappal találkoztam, de legalábbis szívesen, a tévén keresztül. Szívesen. Hát akkor hívjon fel a saját telefonszámomon, és szívesen mesélek talán ilyen témát, amit aztán megfogalmazhat, hogy cikk legyen belőle. Rendben. Megvan az én számom? Nincs, persze, természetesen felírtam. Ó, hát akkor szuper. Na de most azért még mesélhet valamit, ha történészként van kedve. Rendben. Még először is még a templomunkról, mert ugye most volt centenáriuma, ezt még nagyon tettem. Röviden, hogy Szent Lászlónak van egy másik ábrázolása a templomunkban. A vízszakasztás? Tessék? A vízszakasztás, vagy amikor lovagol a nőnek a megmentésére? Nem, hanem úgy van, hogy van egy kupola freskó, egy ilyen hatalmas kupola freskó, és a kitárt karú Jézus van a középpontjában, és alatta egy ilyen fény, és körülötte egy ilyen több rétegű, kiterjedt ilyen glóriakörök, és két oldalról közelítik meg a szentjeink, illetve a képzőművész rá festette a saját családját is. Tehát úgy van, hogy Jézustól jobbra van Szent István, ő térdel, mögötte van Szent László, aztán ugye ő mit csinál? Ő mit csinál? Milyen formában van ott? Szent Erzsébet? László. Ő csak áll, tehát így a térdelő Szent István mögött megjelni. Jó, igen. Jó, köszönöm. És akkor Szent Erzsébet, Boldog Özséb és Szent Gellért püspök. Aha. A másik oldalon pedig térdel Liziői Szent Teréz, ugye Kis Szent Teréz. Igen. Assisi Szent Ferenc a galamba, és ugye igen. Prágai Szent Ágnes ilyen fehér ruhában. És utána van a Miskolci Ferenc képzőművésznek a családja, aki készítette ezt a csodálatos alkotást, és az utolsó az pedig egy megoszló vélemények alapján, ugye Túri Szent Márton vagy 9. Szent Lajos ábrázolása, de ugye a közmegegyezés alapján Túri Szent Mártont állapítottuk. Mit lehet látni, mi az attribútuma, vagy jelen mi van rajta, hogy miből lehet beleszonosítani? Egy ilyen páncélzat van rajta, igen. És ilyen kicsit így eltartja magától a kardot, de így a fizimiskája alapján inkább itt Szent Lajosra hasonlít, mondjuk, de hát ő is egy ugye Szent Királyunk, csak ugye Franciaország Szent Királya. Igen.
de igen, és hát ott van egy ilyen sisak, ami inkább arra az adott korszakra, amikor ő uralkodott, arra jellemző, mondjuk, tehát kevésbé Túri Szent Márton korára. Hmm. Bár ugye azt tudjuk, hogy a kora középkori festészetben nem mindig korhűen illusztrálták az adott a fontossági szerepet. Sorrendet is figyelembe vették. Hát igen. Kit akart, vagy mit akart kiemelni az illető életéből. Lehet igen, azért, hát az eltartott kard talán az végül is, tehát hogy igen. És az miért egyébként lett az ő attribútuma? Tessék? Az miért lett az ő a Lajos király jele, az eltartott kard? Hát gyakorlatilag Lajos király ugye az uralkodása során ő mindvégig azt az elvet próbálta képviselni a hatalomgyakorlás során, hogy az elsődleges az Isten az életében, tehát hogy ő úgy imádkozott, mint egy szerzetes, és gyakorlatilag ő volt az, aki az angol királynak is a jogosan neki járó birtokokat visszaszolgáltatta, ezáltal mondjuk 50-100 évre rendezte a két birodalom viszonyát. És tehát ő nagyon igazságosan uralkodott, általában egy fa tövében ítélkezett a legegyszerűbb halatvalói fölött is, de épp úgy az előkelők fölött is. Tehát igen, egy különleges uralkodó volt, és ebben egy kicsit hasonló Szent Lászlóhoz. Tehát ugye Szent László életében is rengeteg konfliktus volt, tehát ugye akárcsak Salamonnal, ugye az unokatestvérével, meg ugye negyedik Henrik császárral is, tehát hogy ugye Salamonon keresztül, mert Salamonnak az apósa volt, és őt támogatta az ő trónigényét, ugye nem önzetlenül, tehát azért valószínű ők szerettek volna befészkelődni a magyar királyságba, ugye a német érdekterületek. És hát ugye Lászlónak pedig Riheza volt ugye az édesanyja, ő egy piaszt uralkodó házból származó hercegnő, és később királynő volt, és ő az ő révén pedig ugye második Boleszláv támogatta, tehát nagyon erős támogatója volt, lengyel támogatója. Uh-huh. Ugye a László név is ugye Vladislavból származik. Hát, igen. Igazából, tehát ő egy nagyon erős lengyel hatást is kapott. Hát olyannyira, hogy ott született. Igen, így van. Így van, és valószínűleg ott keresztelték Krakkóban. Így van. Azt nem tudom, hogy el is mondta az atya, hogy számtalan csodatétel fűződik a nevéhez, akár ugye a levitáció, az a azt említettem most épp a szentmisében. Illetve amikor pestis járvány tölt ki a táborában, és egy angyal szólt neki, hogy célzás nélkül lője ki az íját, vagy ugye az íjában a nyilat, és igen, akkor amit az eltalál, annak tehát abban a növényből készítsenek ilyen kenőcsöt, és az lesz a gyógyító ír a pestis ellen, tehát attól meg fognak gyógyulni az emberek. Ugye ez a gencián, ez a tárnis Szent László füve, abban a keresztes fűből készítették azt a kenőcsöt, amiből aztán meggyógyultak az emberek a táborában. Vagy ugye például a Szent László pénze, amikor a Erdélyben, ugye Kolozsvár közelében a menekülő kun vezér az így elszórta az aranypénzeit, és ezáltal úgymond a magyar katonákat így lekötötte, és akkor Szent László tehát imádkozott ugye Istenhez, és akkor mondta, hogy tegyen csodát, hogy az emberei észhez térjenek, tehát hogy ne a kapcsolatönük vezérelje őket, hanem a feladatra koncentráljanak, és akkor kővé változtatta
ezeket a pénzeket a Jóisten, és akkor azóta is megvan ez a hely, ugye Szent László pénze. Ez hol van vajon? Nem tudja véletlenül? Erdély területén? Igen. Az biztos. Most Erdély területén van, az biztos. Hát, nem tudom, hogy hol is van ez a... Kolozsvár környékén van valahol, de nem tudom pontosan... Na hát akkor halló, figyelem, ha erdélyiek, valaki nézi a televíziót és tud segíteni, hol van a Szent László pénze? Erre is jó lenne ez a televízió és telefonálási lehetőség, hogy ilyet gyorsan kinyomozzunk. No, van-e még valami jó, mert rendkívül jó a szöveg, amit hallok, örülök neki. Csak annyi, hogy még az új telefonál biztosan hozzá fog tenni, mert ő ismeri az erdélyi Szent László legendákat, valószínű behatóbban is, mint én, úgyhogy én át is adnám nagy szívvel a lehetőséget az új telefonál. Lónak is, keresni fogom az atyát a magántelefonszámot, és Isten áldását kívánom minden telefonálóra. Ja, azt hittem, hogy az aranymisémre. Aranymisé alkalmában különösen is. Köszönöm szépen, hogy hívott, és várom a hívását otthon. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. És itt a következő, ugye? Mindenki amen. Röviden akarok, mert nagyon beteg vagyok, csak még akarom köszönni azt a nagyon szép misét, amit a televízióban, az aranymisét gratulálok, drága József atya. Már alig tudok beszélni, nagyon beteg vagyok, de még ezt a pár percet rászánom, hogy a jó Isten segítse meg, hogy még sok ilyen szép misét, ha nem is a... Nem. Elakadok mindenbe. Ha nem is a... A jó Isten adjon erőt, egészséget. Nagyon szépen és köszönöm. Hosszú, boldog életet. Igazán megható, hogy még rám gondol betegségében is. Köszönöm szépen, imádkozzon értem, hogy kibírjam ezeket a gyönyörű aranymiséket, mert még sok vár rám. Imádkozok minden papokért. Honnan is tetszik telefonálni? Honnan is tetszik telefonálni? Honnan tetszik telefonálni? Battáról, hallja mindenki. Battáról egy hány éves a kedves néni? Hát na most 94-et. 94, ez nem igen. Tudom, lehet, hogy rekord, mert még ilyen korú nem telefonált. Jó Isten éltesse, hogy még a 95. születésnapján is tudjunk gratulálni. Isten, hát akkor meg... Akkor azt kérjük a Jó Istentől, hogy mehessen a mennyországba? Hát jó. Ugye? Jó, azt kérjük, jó lenne már. Már most nincs erő még beszélni se. Azért csak röviden, hogy még köszönjem, még gratuláljak, hogy nagyon szép mise. Nagyon szép mise volt. Mind a kétszer meghallgattam. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. És nagyon jó egészséget kívánok, erőt, egészséget, és hogy még sokáig tessék élni. Ezt nagyon szeressük. Bízzuk a Jó Istenre. Tamás atyának a műsorait telefonálgattam a rokonoknak, hogy nézzék majd az aranymisét. Jól van. Köszönöm szépen, hogy hívott Battáról. Vagy Vattáról, hát bocsánat. Már most negyedszer hívom. Nem baj, majd lesz még ötödször is, jó? Már nem tudom, hogy tudok. Majd meglátjuk. Jó Isten legyen magával, kedves. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké amen, és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen.
van-e újabb telefonáló, ha nincs, akkor tartunk egy rövid szünetet, jó? 10-15 percet. Emberek, sorsok, dokumentumok. A Martfői templom építéséről szóló könyvet írt és adott ki Bíró Endre és Tamási József atya, nyugalmazott plébános. Az ország templomának becézett Martfői Szent Tamás templom, mint egy 10 évig tartó felépülésének története, igazán jól bemutatja azt, hogy Isten útjai valóban kifürkészhetetlenek. Valamint arról is tanúskodik, hogy az isteni gondviselésre való ráhagyatkozáson keresztül a hívő ember még egy mustármagnyi hittel is képes lehet az akadályokként tornyosuló hegyek elmozdítására. Tamási József atyát kérdezem. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mindenki amen. Az ország templomának becézett Martfői templom. Hogy lett a Martfői templom az ország temploma? Talán úgy, hogy hála Istennek az egyetlen olyan város volt Martfű, ahol soha semmilyen templom nem volt. Ezért az egész ország örült annak, amikor híre ment annak, hogy végre lehet templomot építeni, szabad és lehet Martfőn. Így aztán az egész ország szíve rádobbant arra, amikor közvetített rádió, televízió erről különböző hosszúságú műsorokat, és valóban megkezdődött az építkezés is. Aztán igaz, hogy 10 évig tartott, de nem azért, mert nem volt pénzünk, de nem azért, mert több pénzünk volt, mint amennyi kellett volna, hanem azért, mert csoda-csoda hátán kísérte ezt az építkezést. Az, hogy rádobbant a szíve az embereknek, aztán rádobbant a pénztárcájuk is, és nem hagyta, hogy ott nyugodjanak a pénzek a pénztárcákban, hanem jöttek az adományok. Pontosabban, hát ez egy egészen rendkívüli sikertörténet, így is nevezhetem, hogy nagyon sokan, akik nem tudtak volna pénzt adni, valamit fölkínáltak abból, amivel foglalkoztak, amit termeltek, amit készítettek, és nekünk csak el kellett adnunk azt, amit kaptunk, minden hivatalosság nélkül, és így lett belőle cement, így lett belőle méz, lett belőle művészi szobor, lett belőle 23 regiszteres orgona, stb. Ez a könyvekben olvashatunk templomokról, de főként inkább az építészeti stílusáról, néhány szót esetleg a történetéről, de ebben a könyvben itt konkrétan a templom építéséről szóló történeteket olvashatunk, hiszen, mint említettem, azért az isteni gondviselésnek a keze, az isteni gondviselés azért elég komolyan benne volt ennek a templom építésének a teljes folyamatában, ami 10 évig tartott. Benne, hát már csak azért is, mert ugye ez egy olyan álom volt, igaz, hogy éppen Berg Miklós püspök atya az ajánlásának ezt a címet adta, hogy az álom megvalósult, mert azért valami realitása mégiscsak volt annak, hogyha keresztények vagyunk, akkor Isten és semmi sem lehetetlen alapon, hát ha egyszer lesz ebből egy templom, de ez szinte mégiscsak reménytelennek tűnt évtizedeken keresztül. Tehát az elődeim, akiknek én átvettem a kezéből a stafétabotot, hogy folytassam, Tiszaföldvár és Martfő és Homok, ez a három település tartozott egy plébániához lelkipásztorkodását. Az elődeim nem tudtak semmit kezdeni még abban az időben, 50-es, 60-as, 70-es években, sőt egészen a 80-as évek végéig, a rendszerváltozásig. Semmiképpen nem negatív jelzővel akarom illetni Marosi Izidor püspök atyát. Ő volt akkor a püspökünk, Váci Egyházmegye főpásztora, amikor én belevágtam ebbe az egészbe. Fölmentem Vácra, és mondom neki, hogy püspök atya, tessék elképzelni, hogy úgy tűnik, hogy lehetne templomot építeni. Nem akarom túlságosan ragozni a sztorit. Egyszerűen nem akart elhinni. Jóska, mit beszélsz? Martfűn templomot? Ő volt Homokon, az előbb említett három település rész közül az egyiken, plébános valamikor a talán 40-es években, a háború utáni években, tehát jól ismerte azt a területet, hihetetlennek tartotta.
Tehát nem lehetett remélni, ha reálisan nézi az ember, hogy itt valaha is egy templom felépülhet. Azért arra még izgalmas lehet kitérnünk itt az elején, hogy miért is Szent Tamás templom? Igen. Na miért? Hát mert még sehol nem volt az álom se, amikor ugye a vezeték nevem Tamási. Én mindig őszintén meg szoktam vallani, hogy második védőszentemnek én Tamás apostolt tartottam Martfű előtt, tehát jóval eme templomépítés elképzelése előtt is. Már csak azért is, mert két olyan helyen voltam káplán, ahol a másik káplánnak is József volt a keresztneve, és ezért engem elneveztek Tamásnak. Soroksári barátaim, ahol egy évet voltam káplán, mai napig is Tamásnak hívnak, szerintem van, aki nem is tudja, hogy Jóska vagyok. Nem is Tamás csak, atya, hanem Tamás atya. Igen, csak Tamás atya. És ezért valahogy nekem mindig rádobbant a szívem arra, hogy Tamásnak a példáját komolyan vegyem, önmagam is, de esetleg másokkal is vetessem komolyan, hogy lehet egy ilyen nyílt szívű, de kételkedő emberből vértanú is, ha kell. Aztán úgy hozta a sors, erről írok is a könyvben, hogy amikor megtudtam, hogy plébános leszek Tiszaföldváron, akkor ennek nagyon örvendezve hírét adtam egy barátomnak, aki akkor kutyatenyésztéssel foglalkozott. Ez a jó hangulat kedvéért hadd kerüljön bele ebbe a beszélgetésbe. Akkor el lett a kutya anyuka, amivel ő bajlódott. Ez nem Bernáthegyi, hanem hasonló nagyszőrű jószág volt, mi hirtelen nem jut eszembe, a újfundlandi kutya, gyönyörű, szép nagy darab jószág volt az anyuka. 11-et el lett. És azt mondja a barátom, hogy na, egyet megkapsz közülük, Tamás, ha már most lettél plébános, vidd le magaddal Tiszaföldvárra, legalább mindjárt lesz kutyád. De ha gondolod, akkor adhatsz neki mindjárt nevet is, és amennyiben hajlandó vagy arra, hogy D-betűs nevet válasz a kutyádnak, akkor az lesz a hivatalos neve is a pedigrében, a törzskönyvben, és az lesz a hívó neve is. Én azonnal rávágtam, hogy Didymus. Didymus. Tamás apostol. Tamás apostol, igen. Úgyhogy én egy Didymusszal mentem a Tiszaföldvárra, egy 3,5 kilós kis pincurkával, és ezzel kezdtem meg a lelkipásztori működésemet. Akkor ez a Tamás, Szent Tamás apostolnak az élete, akkor egy átjárja a te életedet is. Igen, aztán úgy hozta a sors, hogy ez a Didymus éppen a kocsimban volt, amikor karamboloztam, egy orosz katonai teherautó kanyarodott elém, teljesen szabálytalanul belezúgtam a benzintankja mellé. Hála Istennek nem robbantunk föl, de elég komoly baleset volt. Másnap kijöttek hozzám az oroszok tolmáccsal, hogy diktáljam, hogy mi a károm. Addigra már be voltam gipszelve jobbra-balra. Ők mondták, hogy új reverendát kell, nem is volt velem a kocsiba se a reverenda, nem vagy rajtam lett volna. Kosztfeljavítás nekem, hogy regenerálódjak. Ápolási díj, mindent, csak csöndbe legyek, egy szót se arról, hogy orosz katonai teherautóval ütköztem. Tehát nem lehetett se rendőrség, se bíróság, semmi, fizetnek, mint a katonatisztek. Az első olyan pillanat, amikor nem te féltél, nem biztos, hogy féltél, de hogy nem a magyar ember félt az orosz katonát, hanem az orosz katona a magyar embertől. És valóban megcsinálták a számadást, és abból nekem 1983-at írtak, 50 000 forint hasznom lett abból a karambolból. Annyival többet kaptam, hát új kocsi meg minden, amit el lehet képzelni, mint amennyi ténylegesen volt a károm. Azzal az 50 000 forinttal én bementem az IBUSZ irodába, és mondom, hogy szeretnék utazni valahova, van 50 000 forintom. Az már szép összeg. Mégis nem nincs elképzelésem pillanatilag, mit tud ajánlani, ami körülbelül ilyen összeg. Két prospektus tett elém, Japán és India. Abban a pillanatban rábögtem India.
Szent Tamás. Kérdezi a hölgy, hogy miért döntött így? Nem, mert Tamás apostol Indiában halt vértelen alatt, uh-huh. és nekem az egyik védőszentem Tamás. Ez 83-ban. Itt az előszóban azt olvashatjuk, Tamás atya írtad, hogy itt Isten humora megmutatkozik ebben a 10 évben, méghozzá elég hathatósan. Itt mit érthetünk itt Isten humora alatt? Hát erre csak egy sztorit tudok kiemelni a 20-valahány közül, amit leírtam a könyvben. Egy éjszakai betörés a plébánián. Valamikor éjfél után hallom, hogy mocorgás van a szomszéd szobában. Sötétbe átlépek, fölkapcsolom a villanyt, ott áll előttem egy cigánylegény. Zárt ajtók, zárt ablakok, minden ott termett. Kezdek kiabálni félelmemben, hogy hogy került ide, mi. Szabadkozik, hogy ne haragudjak, semmi, csak apró pénzt szeretett volna kérni, és azért jött be éjfélkor. Hát logikus. Érthető. Igen. Muszáj volt kihívnom a rendőrséget, mert aztán egy óvatlan pillanatban lelépett, gyorsan kiugrott és elmenekült. Viszont kiderült, hogy az egész pénztartó milyen szerkentyűt, dobozt elvitte magával. Pontosabban, ahogy kiderült, ketten voltak, csak én a másikat, hála Istennek, észre se vettem a sötétben, mert megijedtem volna még inkább. Ráadásul annak az volt a beceneve, hogy tápénzes, mert hogy ha valakinek lekever egy pofont, akkor biztos, hogy tápénzre kerül. Hoppá. Az előtt mentem el a sötétben. És ezt a fickót hívták Elemérnek, ezt a cigánylegényt. A rendőrségen beazonosítottuk magunkat, igen. És hát ez hihetetlen, a cigány logika is, nagyon bírom őket, mert egy különleges fajzat. A rendőrség folyosóján, a betörés után 2 órával körülbelül előállították őt, és akkor behívtak engem is egy szembesítés. Ott ül, úgy ül ott Elemér, mintha én törtem volna be hozzá. Tehát egyszerűen értetlenkedik, hogy jutottunk ide, hogy most itt kell, hogy legyünk. Na, aztán a bírósági tárgyalás, Szolnokon bíróság, a bírónő kérdezi tőle, hogy miről gondolta, hogy van pénz a plébánián, vagy hogy. Na, erre magyarázom, hogy bírónő, arról van szó, hogy valószínűleg híre ment, hogy elfogadunk mindenféle adományokat, legkülönbözőbb dolgokat, és azt eladjuk, és abból lesz a templomépítés. És hát Elemér is erről számított, hogy akkor valamit már eladtunk belőle, nem kell neki mákot hazavinni a plébániáról, mert azt is árultuk például, vagy mosóport, vagy könyveket például. De hát nem talált nagyobb összeget, 2000-valahány 100 forint volt ott, amit elvitt. És akkor még ott ül az Elemér, már bilincsben, int nekem. Gondoltam, Jézus Mária, most fog bocsánatot kérni. Oda megyek hozzá, és azt mondja, plébános úr, magának módjában állna, hogy hozzon nekem egy doboz cigarettát. Kiküldött a bíróságról egy doboz cigiért a trafikba, vittem neki, elfogadta. Szóval hihetetlen, és akkor egy pár nappal később, egyszer este, 10 óra körül megszólal a telefon, a bírónő. Plébános úr, megy még ez az akció a templom építéssel kapcsolatban? Ah, igen, mert egy barátnőm libákkal foglalkozik, és nem tudja eladni a libákat, mert nem vásárolja föl a szerződésnek megfelelően az illető személy. Már itt pusztulnak el. Azt mondta, ha maga el tudja vinni, vigyen akármennyit. Több mint 700 libát. Baromfi szállító kocsival már másnap mentem, állatorvost vittem magammal, aki fölírt papírt, hogy egészségesek a jószágok, tehát megehető nyugodtan, hízlalható és ehető.
Úgyhogy ez lett az elemélféle akcióból, hogy 70 ezer forint, 100 forintért adtam libáját, mint a Ludas Matyi úgy állítam az utcákon, kiabálva ilyen szócsőbe, töltsérbe. Na, szóval ilyen és ehhez hasonló aranyasztort, sztorik, hihetetlen. Ha ki kellene emelni egy történetet, akkor melyik az, amelyik a legrendkívülibb, mondhatni, a legrendkívülibb történet, ami akár a templomépítés elején, a kezdetekben, akár a legvégén, ami valahogy úgy jól összefoglalja azt, hogy hát mi is történt ebben a 10 évben? Hát akkor így másikat, bár rangsorban nehéz állítani, mert az egyik ezért, a másik azért volt felejthetetlen. Konyhában ülünk egy reggel a házvezető nénimmel, egy 70 év körüli Rózsika nénivel, és mondom neki, hogy 10 óra környékén jön hozzám valamelyik mester, fizetnem kéne 60 ezer forintot neki, de csak 30 valahány ezer forint van a plébánián, nincs több pénzünk. És még nem tudom, hogy tudok megegyezni a mester úrral. Alig, hogy ezt kimondom, látom onnan a konyhaablakból kinézve az udvarra, jön valaki. Mondja, hogy ő múltkor elvitt a templomból könyveket, vásárolt, és nem hoz. Ó, mondom, nagyon jókor, mert éppen az elmegy, jön egy másik, hogy egyházi adót szeretnék befizetni, Klébános úr. Ó, csodálatos, írom a cetlit, minden oké. Okay. Itt is vagy 5 egymás után jönnek a páciensek. Egyik se tudja, hogy ő az 5 közül egy, és még mindig valamennyire szükségünk lenne. Az utolsó kicsit morbid dolog, már csak azt hiszem mondjuk 8000 forint hiányzott. Látom, hogy gyászoló család jön. Akár hiszed, akár nem tudtam, sírjak vagy nevessek. Jönnek bejelenteni a temetést. A stóladíj pontosan annyi, amennyi még hiányzott. A gyászoló családot kikísértem, jött a mester úr, parancsoljon, itt van, semmi gond. Az isteni gondviselés. Szóval ez hihetetlenek voltak ezek a pillanatok. Mi volt az, ami végül rávezetett arra, azért már jó néhány évvel ezelőtt épült fel ez a templom, miért pont most került megírásra ez a könyv? Tulajdonképpen évek óta nagyon sokan mondják, akiknek én így, mint ahogy most neked elmeséltem részleteit az építésnek, hogy miért nem írod le, mert ezek fantasztikus sztorik. De valahogy nem volt igazán szükség rá, meg még éltek olyan személyek, például, bocsánat, de a polgármester, mert hogy hegyeket mozdíthat a hit, ahogy mondtad a bevezetőben. Hát itt azért tényleg voltak ám hegyek. Hát itt ez egy olyan szocialista város volt, Martfi, hogy ott dúlt a kommunizmus meg a szocializmus. Élén a tanácselnök elvtársból polgármesterré avansált városvezetővel, aki egyszerűen nem akarta elhinni, hogy én tényleg komolyan veszem, hogy itt most templomot is kellene már építeni az új városközpontban. És amikor ezek a hegyek kezdtek megmozdulni, akkor ez fantasztikus dolog volt. Itt a könyvben éppen egy fotó árulkodik róla, amikor átveszem a Pro Urbe díjat ettől a polgármestertől, aki akár amit csak lehetett, megakadályozott. Tehát nem, hogy támogatta volna, holott az ország második leggazdagabb városa volt Martfű, a három hatalmas gyár miatt. Minden volt abban a városban, amit el lehet képzelni. Csak éppen templom, soha semmilyen. Mikor oda kerültem, még a 80-as évek derekán, egy idős házaspárnál összefutottam 2-3 unokájukkal, és elkezdtünk beszélgetni. Két napra rá ott volt az állami egyházügyi hivatal a titkára nálam, hogy túl nagy a nyüzsgés, plébános úr, megmondtuk, hogy Martfit felejtse el. Így. Martfit felejtse el. Mondtam neki, de hát Elek Lajos úr,
hát ne vicceljen, itt a püspöki kinevezésem, Tiszaföldvár, Homok és Martfi plébánosa vagyok. De hittanóráról szó sincs, hittanóra, beszélgettem gyerekekkel. Hát az, hogy éppen eszembe jutott, hogy én miséztem Tamás apostol kivégzési helyszínén Indiába, hát ez nem hittanóra volt, csak büszkékedtem vele, hogy kijutottam Indiába. Tehát ilyen ellenállás volt. A templom építésnél, amikor én ilyen őrült ötlettel álltam elő, hogy a lépcsők mellett legyen rampa, mert még akkor nem volt kötelezően előírva, hogy kell, hogy legyen akadálymentesítés. A polgármester jött le a városházából, hogy fölmérje, hogy miért gondolom, hogy ide kell még ez, meg az, meg miért kell ilyen széles rampa. Mondom, akkor hívunk ide egy tolókocsist, hogy mutassa meg magának, polgármester elvtárs, hogy lehet egy tolókocsival, kerekesszékkel föllavírozni, majd egy 40 centi széles csíkon. Szóval ilyen, és akkor ez torkolik abba, hogy plébános úr, próbédiát látunk. Szóval jó Isten humora. Az írásokon kívül és vannak ebben interjúk, riportok, élménybeszámolók, és hát képek is. Készített ezeket a képeket? Hát ez is egy gondviselőszerű dolog. Akkor menj nyugdíjba Mészáros Endre patikus úr, aki templomba járó ember volt, ott Martfőn, ott volt a gyógyszertára is, ott lakott gyerekeivel együtt. Unokáit már hitoktattam, és ő ilyen megszállott fotós volt, hogy nagyon jó minőségű fényképező gépe volt, és ráadásul szeretett belekötni mindenbe, de ez akkor nem ártott, mert naponta, ha megjelent az építkezésen, a melósok már elfordultak, mert már nem szerették nézni őt, hogy mindent lefényképez, mindent. Egy tégla miért van ott? Az miért nincs már a helyére téve? Ez nem billeg ez a deszka? Ez így veszélyes? Ez végigfotózta az egész építkezést. Egy komoly albumom van otthon ezekkel a fotókkal. Isten nyugosztalja Endre bácsit, tőle örököltem. És ezeket a fotókat használtuk föl most a templom, a könyv kapcsán is. És zárásképpen, Jóska, hogyha kinek ajánlod ezt a könyvet, és miért ajánlod ezt a könyvet? Neked kit kaphat az olvasó? Hát nekem világos, de hogy nézőinknek miért ajánlanod ezt a könyvet, miért olvassák el? Szerintem, hogy ha véletlenül valaki kételkedik abban, hogy a Jóisten ügyét szolgálni az a legbiztosabb dolog, hogy az előbb-utóbb sikeres lesz, akkor ebből tanulja meg. Én irigylésre méltó ember lettem, az biztos az elmúlt 50 évben, emiatt is, hogy fölépítettem, mert belecsöppentem ebbe a szituációba, hogy akkor én voltam ott a plébános, amikor a rendszerváltozás jött, új városközpont tervezésébe tört el fejét Martfi, sikerült a városközpontban templomot is felépíteni. Hát akkor bízunk benne, hogy akkor ez a történet minél több emberhez eljut, és mindenki hallhat arról, hogy hát az isteni gondviselés hogyan működött a Martfői templom felépülésén keresztül. Nagyon szépen köszönjük, Tamási József, hogy itt voltál velünk. Bárki telefonon is elérhet, ha érdeklődni akar. Köszönjük szépen. Jó, köszönöm szépen, Domi. Tamási József, hogy nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hát bízunk benne, hogy akkor az isteni gondviselésről szóló történet ennek a Martfői templom minél több emberhez akkor eljut majd. Köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, önöknek pedig tehát nagy szeretettel ajánljuk Bíró Endre és Tamás József atya Szent Tamás templom Martfű Emberek, Sorsok, Dokumentumok című könyvét 6000 forintért megvásárolható. Bátran keressék a további részletekkel kapcsolatban a közösség szolgálatot. 061-780-80-85-ös telefonszámot hívják, vagy írhatnak is a közösség szolgálat kukac@ewtn.hu e-mail címünkre. Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus! Elnézést, már megint én csöpögök a csapból. Most ért véget ez a kis filmecske, a riport velem.
a Marcfői templom építéséről, meg a könyvről, ami erről szól. Örülök annak, hogy híreli az EVTN televízió is, mert egy tanúságos történetről van szó. Nem is volt könnyű megfogalmazni erre az utolsó kérdésre a választ, hogy hát miért kell ezt elolvasni, ezt a könyvet. Hát valóban talán azért, hogy mindenki tudjon róla, hogy először is közkincsé kell tenni a gondjainkat. A Marcfői templom építését, problémáját, azt, hogy van egy város, ahol egy város, városi rangú település, ahol nincs semmilyen templom, ezt közkincsé kellett tenni. Tehát mindenki tudjon róla, és ennek köszönhetően ki így, ki úgy, az egyik imádkozott, a másik adakozott, a harmadik eljött meglátogatni, stb. Stb. Így épült fel a templom. Rengeteg kis pici pénzt kaptunk, a csekkek, a feladó vevények összegyűjtve mai napig is megvannak. Eldugott helyekről, pici helyekről híre ment, egy valaki megtudta, továbbadta a hírt, tudott, hogy Marcfény templom épül, és feladtak 50 forintot, még volt, aki 50 forintot, és ez akkor, ugye a 90-es évek elején, még komoly pénz volt, ennek is örültünk, de azért volt, aki legtöbben 100 forintot, stb. Stb. Hát jöjjenek, látogassák meg ezt a templomot, például július 21-én, ha jól tudom, lesz Marcfűn az aranymisém, és egyben ennek a könyvnek a bemutatója. Na addig is, ha valaki fölhív telefonon, meg tudom mondani, hogy hol, mikor kapható ez a könyv. Ezzel bezárjuk ezt a témát, és visszatérünk oda, ahol voltunk ebben a beszélgetésben a mai délelőtti kommunióba. Arról beszélgettünk Szent László ünnepén, hogy ki mit tud például Szent Lászlóról. Jelentkezett egy kedves fiatalember Bajáról, aki nagyon komoly történelmi dolgokat mesélt el László királyunkról, és valóban rádöbbenhetünk, hogy sajnos nagyon keveset tudunk róla, illetve nagyon kis tiszteletet érzünk iránta, ami annak eredménye, annak negatív gyümölcse, hogy nem tudunk róla, nem nagyon hallottunk róla, vagy pedig sajnos annyira hitetlenkedők vagyunk ma már, hogy azt hisszük, hogy ez mind mondjuk ezek a csodák, amiket ez az úriember, ez a fiatalember is mondott, ezek már mind ilyen anakronisztikus dolgok, ilyen ma nincs. Régen volt, de ezt ma már nem kell komolyan venni. Sokszor sajnos így gondolkozunk. Van egy kedves telefonáló, dicsértessék Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Kedves Tamási atya, akkor szeretném megtudni, hogy annak idején mondta, hogy Vácott lesz az összevont szentmise az aranymiséseknek. Igen. Az mikor lesz? Az tegnap volt. De, tegnap volt, hát nem tudom. És hogy az EVTN is fogja közvetíteni. Azt nem mondtam. Azt nem. Ez igaz. Ez teljes mértékben igaz. Erről nem ez volt igaz. Szó. Igen. Ó, de sajnálom, mert szerettem volna. Nem tudtam az időpontot. Hát eljönni el lehetett, ha valahol a közelben tetszik lakni, de hát akár Budapestről. Hát akkor elmentem volna, mert csodálatos szép volt mind a kettő vasárnap. Megnéztem az atyájét is, megnéztem Domonkos atyájét is, és csodálatosan szép volt mind a kettő. Annyit elárulhatok, hogy csak öten voltunk, akik együtt miséztünk, sajnos a többiek már nincsenek olyan egészségi állapotban, hogy el tudtak volna jönni. Úgyhogy így öten miséztünk, öten meséltünk az életünkről egy kis hát visszaemlékezésre jelenlévőknek. Voltak jó néhányan a templomban. Ez egy csodálatos volt, amit most mesélt az atya a templom építésről, és adja jó Isten, hogy sokáig közöttünk legyen. Köszönöm mindenki, amen. Nincs több telefonálót. Azt is mondtam, hogy lehetne beszélni arról, hogy Szent László király kapcsán is, hogy mit is tehetnénk mi édes hazánkért.
hogyan tudunk mi imádsággal, bőjtelés felajánlásával, úgynevezett engeszteléssel néha segítségre sietni az ország vezetőinek, imádkozni azért, hogy mindig lelkiismeretükre hallgatóan hozzanak döntéseket fölöttünk, tűzzenek ki célokat az ország jövőjével kapcsolatban. Nagyon komoly dolog, vagy nagyon fontos dolog lenne az egyház és az állam közötti kapcsolat rendezése, hogy ne legyen beleszólása az államnak az egyházi dolgokba, de még csak úgy se, hogy mondjuk minden támogat, és akkor ezzel kötelez bennünket arra, hogy hoppá, állandóan hálát adjunk, pedig ugyanakkor, hát sajnos, nagyon sok vezetőnk messze áll a kereszténységtől, tehát pénzt, vagyis anyagi támogatást kapunk, vagy kaptunk templomra, plébánia felújításra, stb. Stb. De hát az igazi az lenne, ha a nevelésben, tanításban, nem iskolai órákra gondolok, általános nevelésben, tanításban tudnánk segítségére lenni a fiataloknak, gyerekeknek minél több helyen. És nem csak mi papok, hanem a civil, bármilyen foglalkozású keresztények a saját köreikben esetleg lehetőséghez jussanak, hogy segítségére legyenek több családos vagy több gyermekes családoknak, akár már az óvodától kezdve. Szóval a kereszténységünk terjedjen, és ne kelljen véletlenül se félnie valakinek, hogy ha keresztény, akkor hátrányos helyzetben van. Az az idő remélhetőleg már bezárul, befejeződött. De világviszonylatban tudjuk, hogy keresztény üldözés van, és ezért kell nekünk nagyon komolyan felkészülnünk arra, hogy még ez is előfordulhat, hogy negatív jelzőkkel illetnek bennünket, vagy elvesznek tőlünk templomot, stb. Stb. Na hát ezért lenne jó, ha keresztény kézben lenne az ország. Hogy erről mi a véleménye a kedves nézőknek, nyugodtan mondják el, telefonáljanak, mint ahogy most itt is van egy hívó. Dicsértessék! Dicsértessék mindörökké! Én Váradi Margit vagyok, Nagybányáról, a Szatmári Egyház megyéből. Már igen, beszéltem volt az atyával, mert nálunk is járt Nagybányán valamikor Libacsa idejében. Igen. És azt szeretném mondani, hogy mi is kötődünk Szent Lászlóhoz, mivel az egyházmegyénkben Nagysönkuton a templom Szent Lászlónak van szentelve, tisztelve. És hát ott tavaly is sikerült ott lennem a búcsús szentmisén. Az idén nem sikerült, mert most itt vagyok per pillanat Pilis Csabán. És hát azt is szeretném mondani, hogy hát Nagyváradon is nagyon sokszor voltam ezeken a Szent László napi ünnepségeken, körmeteken. Hát ott is ott van a Szent László hermája, és ugyancsak Győrben is ott van a Szent László hermája, és 1991-ben akkor volt először, hogy megengedték, hogy nagy körmenet legyen a hermával, végig a templom a Székesegyház előtt végig, és utána ünnepségben a templomban, szóval nagyon csazottal, évente mindig megvan ez a Szent László ünnepség, és ahányszor megyek Győrbe is, akkor mindig oda megyek, ahol ott van a Szent László hermája. Jelentkezem, hogy hadd kérjem meg, hogy mondana valamit a nézők kedvéért, mert én talán egy picivel többet tudok, mint az átlag nézők ebben a témában, a hermáról. Tulajdonképpen miről van szó? Mert azt hiszem, ezt nagyon sokan nem tudják. Hát én is csak annyit tudok, hogy Szent László erekéje van benne, és ez a lényeg. Igen, és Szent László arcát például ez a Nagyvárad, vagy meg a győri herma is hasonlít Szent László arcához. Igen. És hát Nagyváradon is nagyon sokszor ott voltam, és a Szent László templom, ahol van, és sajnálatos módon csak egyszer voltam még a Tordai hasadékban, még ott is ott voltam. Én is csak egyszer voltam. Egyszer is, még hoztam is onnan, olyan a falról lekapartam, az a varjuháj, és az még mai napig is megvan a családban.
huszon nem tudom hány éve hoztam onnan, és mindig felújítjuk, és mindig tudjuk. Ez bizony a Szent László, hát a tordai hasadékból van. Igen. És hát Erdélyben is nagyon-nagyon sok templomban vannak a freskói, és nálunk is a Nagybányai Szent Háromság templomban is van, hát többek között a magyar szentek vannak, Szent István, és a Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent Imre, és Szent László is, az egyik ablak, üvegablak Szent Lászlónak van szentelve, vagy hogy mondjam, ő van a festménye. Ábrázolva, igen. És hát nagyon-nagyon tiszteljük, és majdnem minden templomban ott van Szent László szobra is, úgyhogy egyik oldalon, például a Győri Székesegyházban is ott van, egyik oldalon Szent István, másik oldalon Szent László. És hát tiszteljük, és sokat köszönhetünk neki, mert hát ő volt, aki oltára emelte Szent István, Szent Imrét, és hát Szent Gellértet. Úgy van. És mikor történt, ezt tetszik-e tudni? 1081-ben. Segítek. Vagy kérem, mert nem tetszik látni a képet? Tetszik látni, igen, a képet? 83, igen. Úgy van. Én igen, úgy jegyeztem meg valamikor, hogy már tudtam azt, hogy István király 38-ban halt meg, és ha 38-at igen, megfordítom, akkor lesz 83. Igen. 83, akkor, igen. Akkor emelték, igen, fel, és akkor avatták szenté. Igen, igen. Szóval... És arról tetszene tudni valamit mesélni, hogy kinek a fia volt László király? Nem, ezeket nem tudom, mert sajnálatos módon mi nem tanultunk magyar történelmet itt Romániában. Aha. Nem tanultunk. De jó, hogy ezt tetszik mondani, hogy mi Magyarországon örüljünk neki, hogy mi azért tanulhattunk, de mondjuk ilyesmire az én Toma János történelem tanárom se tért olyan nagyon ki, hogy ennek a Lászlónak az apja Béla volt, aki egy ideig király is volt. Igen, és ennek igen, a Bélának ki volt az apja? A Bélának ki volt az apja? Vazul. Vazul, igen. Vazul, akit István Vazul, király törvénye megvakítatott, hogy ne lehessen igen, uralkodó. Igen, és akkor igen, ez egy igen, zseniális dolog, ezt újra fölhívom a figyelmet rá, hogy László királyban annyira ott volt az életszentség, hogy nem azzal törődött, hogy az nagyapját megvakítatta az az úgynevezett szent király, akit ő nevezett szent királynak, annak ellenére, hogy megvakítatta a nagyapját, hanem mégis szenté avatta Szent István királyt, vagyis közben járt, hogy a szentszék is fogadja el, hogy Szent István király szent volt. Tehát ez óriási dolog. Hát ha valaki az én nagyapámat bántotta volna, eszem ágában nem jutna arról jót mondani. És hát itt ő túltette magát azon, hogy mi történt fizikai, biológiai értelemben a nagyapjával, mert tudta, hogy viszont annak köszönhetően lett keresztény az ország. Mert ezen át vagy bukott a kereszténység sorsa, illetve magyarságunk sorsa akkor a 11. században, hogy milyen uralkodó kezébe kerül a hatalom. És ha Vazul kezébe került volna, akkor ma nincs kereszténység itt a Duna-Tisza dráva száva táján. Biztos. Visszatérve az erekére, nem tetszik tudni véletlenül, mert nem tudom én magam se, hogy a Nagyváradon őrzött Hermában milyen erekéje van Lászlónak? Fejereke. Fejerekének egy része, ugye? Egy része, és eredetileg Nagyváradon volt, és akkor a törökök elő, vagy honnan lenekítették, és vitték át Győrbe, és akkor a nagyváradiak nem tudtak beletörődni a dologban, és akkor ők is készítették egy hermát. Megkaptak? És akkor kapták,
megkaptak erekjecsontot, és tehát két majdnem egyforma herma van Nagyváradon. És igen, a herma, de tulajdonképpen, bocsánat, de maga a herma másodrendű dolog, hogy most így hívjuk azt a szobrot, amiben benne van az erekje. Benne van az erekje, igen, igen. De véletlenül se egy fél holttest van benne, mint ahogy egy mellszobor egy fél testet ábrázol. Tehát itt a herma az egy művészi alkotás. És igen, benne viszont egy szakrális érték, a koponya csontnak egy darabja. Ez igen, van Győrben is, és ez van Nagyváradon is. És Nagyváradon nagy tisztelete van. Most például ott történnek ezek a nagyváradi Szent László napok. És most László nevű püspök van? László nevű püspök van. Igen. És annak idején, mikor a legelső szabad ünnepet tartották 91-ben, akkor meghívtak minket. 92-ben Nagybányáról zarándokoltunk el oda, mert akkor volt elsőnek, mert felmentünk a vártemplomhoz, és hát szóval nagy ünnepség volt. És azóta minden évben ott van a Szent László napokon, ott van a körmenet, ugyanúgy, mint Győrben is. Tehát ez a két testvérváros is tulajdonképpen Szent László kapcsolja össze ezt a két elég távol lévő várost. Na, hát igen. A nagyváradiaknak például most is ott van, ott adták ezeket a Varadi napokat, ezeket a Szent László napokat. Igen. Nagyon szépen köszönöm ezt a sok értékes információt. Jó volt hallani, ugye? Mondhatom, hogy mindnyájunk nevében kérdezem a televízió nézőket, de valaki még jelentkezik beszélgetésre. De még csak azt szeretném mondani, hogy József atyát, az aranyiséjét is néztem a televízióban, mert csak onnan tudom, és Nagybányán mindig visszaemlékezünk rá, Nagybányán. Na, dicsérjük Jézust! Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat. Imádkozzanak, értem, hogy végig tudjam csinálni az aranymiseimet. Igen, dicsérjük Jézust. Dicsérjük. Kedves jó televízió nézőtestvéreim, már talán így szólítatok mindenkit, aki ilyenkor ezt a néhány órát általában csütörtökön velem tölti. Most egy kicsit hamarabb kell befejeznünk más program miatt a beszélgetést, úgyhogy nincs több telefonáló, de ne is legyen. Találkozunk a jövő héten. Köszönöm a figyelmet, imádkozzanak értem, dicsértessék a Jézus Krisztus!